A három nap három különböző szekciót tartalmazott az Engem fogad be címet kapott konferencia sorozaton. Az Evangélikus Roma Szakkollégium, a Kerpárosi Evangélikus Gyülekezet, az Oltalom Szeretett Szolgálat és a velük 20 éve kapcsolatban lévő Bajor Szociális Falu Herzogszégmühle közösen szervezte a program sorozatot. Azt tapasztalták, hogy bár a kultúrák különbözőek, a problémák, mint például a befogadás hiánya, azonos. Ez már az első nap a Német Magyar Kulturális Műhelyen kirajzolódott, de mint elhangzott, a hatékonyság érdekében a jó gyakorlatot nem másolni, hanem adaptálni kell. Egy olyan szünergia, olyan együttállás van ebben a, ezen a településen, ahol, ami egy hihetetlen csoda, és tulajdonképpen amit én a legfontosabbnak gondolok, hogy a Oltalom Szeretett Szolgálatban, vagy ahol a rászorulókon, a különlegesen nehéz élethelyzetben lévőkön segítünk, ennek csak akkor van értelme ez a szünergia, ez az együtt, az erők összeadódása, mint a nagyítóban, amikor a napfényt úgy fókuszálja, egybegyűjti. Ez az a legfontosabb feladat szerintem, ami nekünk a küldetésünk és a dolgunk, hogy ne a szembenállást, hanem ezt a szünergiát segítsük. Hazánkban a cigányság el- és befogadása, valamint a felzárkóztatásuk jelent kihívást a társadalom és a kormány számára. Hatványozottan igaz ez Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére. Erről szólt a konferencia második napja. Régiók között különbségek vannak. Borsod-Abolcs-Zemplén, mely Szabolcs-Szatmár megyébe is, sokkal és Baranya megyébe is, sokkal több szolgáltatások vannak az oktatási esélyek, gyerekesi programokra, mint a dél-dunántúli megyékbe. Ugye ennek oka van, de én azt gondolom, hogy az itt élők is ezt felismerték, és ennek megfelelően tevékenykednek, hogy új szolgáltatásokat hozzanak létre, és a családoknak kihívásaiba támogassák és segítsék. A felzárkózás politika 2011 óta működik Magyarországon, azóta folyamatosan alakulnak ki újabb és újabb szolgáltatások és programok, amelyek megkönnyíthetik a rászoruló családok hétköznapjait.